Sziasztok, itt újra Vidéki Srác, egy újabb teszt videóval érkeztem. Ugye, amint a címben is látni, KitKat, kóstolás. Nem a sima, hagyományos KitKatet fogjuk kóstolni, mert biztos, hogy tutira veszem, hogy mindenki evett már KitKatet. Vagyis hát bízom benne, reménykedek benne. És... ja, hogy... na... kettő fajta KitKatet hoztam, de a kettő különleges, mondjuk így, hogy különleges, mert szerintem az. De Oceanbe szereztem be, mit te mondjak, elég drágán, 350 forint egy darabját. Igen, kiakadtam rendesen, hogy Jézusom, mennyi? Mennyi? Mondom, szóval? Oké. Okay. Nem szaporítom tovább a szót, megmutatom nektek a két különleges, számomra különleges KitKatet. Érdekes. A rózsaszínnel kezdjük. Ruby Cacao Beans. Ez... mindjárt mondom, hogy hány grammos. 41,5 grammos, és szintén a másik is 41,5 gram. Magyar cetli itt van rajta, hogy a ropogós ostya Mártó csokoládéban 68,2% zárójelben. Mártó csokoládéban. Ez milyen lett? És vajon ilyen? Rózsaszín a külseje? Ezt mindjárt meglátjuk. Ha felbontjuk. Én szeretem az ilyen csukikat egyébként. Mondjuk mostában inkább a chipsekre vagyok ráállva. Ez valamiért jobban bejön. És hát... hát majdnem rózsaszín. És hát... hát rózsaszín, igen. Olyan, mint epres lenne. De csak majdnem. Egészségetekre. Ízre epres. Épp azt olvasom, hogy semmi epres dolog nincs benne. És olyan epresnek titulálom, nekem úgy jön le. Nem. Epres fehér csak is bevonat. Rasatszolnék. Ez elég érdekes. Mártó csokoládéban, de nem ír semmi epret, meg ilyenek. Fura, mert olyan epres tejcsokoládénak érződik az egész. Nem rossz egyébként. Nekem nagyon különleges. Hát... csalódni nem csalódtam benne, mert finom, nem az, hogy szar vagy okádék vagy valami, hanem tényleg jó. 10/10. Ha csokit is bondoznék, 10/10. A csomagolás is klassz, de mondom, én inkább olyan eperes tejcsokis feelingre tippelnék. Jó. Térjünk át a másik KitKatünkre, ami elvileg zöld kivonat külsőt kap. Ugye ez az mi, hogy zöldteás fehér csokiban, macsa zöldteás, bocsánat. Hát kíváncsi vagyok rá. Fehér csoki. Akkor az is fehér csoki volt, de szerintem az epres.
De térjünk erre vissza, mert ez a lényeg most, ez a következő szempont, a következő termék, amit tesztelünk, és nem szponzorált teszt videó. Lássuk. Ugye, ahogy elmondtam, ez is 41,5 g. Ez is megkapta azt a zöld borítást, mint ahogy a képen lehet látni. Érezni ezt a zöld teás illatot, ez visszahozza. Egészségetekre! Hú, de érdekes ízvilága van. Itt valami meg lenne rohadva. Nem járt le. Ne jegyetek meg, ez nem lejárt ezt. Meg semmi ilyesmi. De ez a kombó, ez kajak olyan, mintha lejárt volna a csoki. Nem mondom azt, hogy ne próbáljátok ki, vagy ne kóstoljátok meg, de... Nagyon érdekes. Én is meg vagyok lepődve, ez. Nem rossz. Nem azt mondom, hogy rossz. Nem is azt mondom, hogy jó. Kettő között van. Kajak olyan érzése van, mint a romlott csokit ennék körülbelül. A fura. De megehető. Ezt lettem mondani, mint vidéki srác. Ha tetszett a KitKat-es teszt videóm, akkor ne felejts el lájkolni, ne felejts el feliratkozni, illetve a csengőt benyomni, hogy értesülj a legfrissebb videóimról. Minden info megtalálható lent a leírásban, a követési oldalak, ahol lehet engem követni, meg ilyenek. Szóval, ja, én vidéki srác voltam, köszönöm a megtekintéseket. Legközelebbi videóban találkozunk. Sziasztok!